Sziasztok! Az elmúlt időben néhányan kérdezték, hogy mi a helyzet az időjárás állomással, most, hogy már közel egy éve szereltem fel a tetőnek a csúcsába, és gondoltam, hogy készítek egy videót, ahol megmutatom, hogy milyen állapotban van, és most ez különösen aktuális, ugyanis az elmúlt legutóbbi esőnél nem mutatta a csapadék mennyiséget, úgyhogy valami gebasz van ott a mérőjébe, remélem, hogy csak bekoszosodott, minden esetre most ide támasztottam a létrát, és felmegyünk és megnézzük. Ennek kapcsán meg tudom nektek mutatni, hogy hogy vészelt át az elmúlt 11 hónap időjárási viszontagságait. Azt is megnézzük, hogy mi a probléma az esőszenzorral, meg közben el tudom mondani, hogy mik a tapasztalataim így egy év után. Tartsatok velem ma is, most fel a létrára. Azért ez így nem olyan vicces. Én nem vagyok tériszonyos, de azért így ez a 3x12 fokos létre szinte teljesen kitolva, ez azért ez nem gyerekjáték. Amint látod, itt hozzá is kötöttem a fogópárhoz, hogy nehogy valami probléma legyen. Így elvileg nem tud eldőlni, mert így azért ez, hát én nem is tudom, szerintem egy 7 méter magas szerintem biztos van. Na, és akkor itt van maga a cucc, amint látod a szélirány jelzője tökéletesen működik, könnyen mozog, a szélsebességet is jól méri. Nézzük, a kis napelem sem koszosodott be, és akkor így nagyjából délre mutat. Na és akkor itt van az időjárás szenzorja. Egyébként hát nem látom, hogy különösebben kiszívta volna a nap, vagy így károsodott volna. Hát itt ez egy kicsit kezd megsárgulni, de hát na, igazság szerint ez még szerintem nem gáz. Na nézzük, hogy van ez igazából. Megnézhettem volna a használati útmutatót. Aha. Na nézzük. Itt van benne egy poloska. Hát. Van benne egy kis por, de igazából könnyen jár, mert ugye ez úgy működik, hogy itt felül ezen a tölcséren középen befolyik az esővíz, és akkor itt ez a két kis ilyen kis kanálka közül mindig az egyiket megtölti, és amikor az megtelik, akkor így átbillen, kifolyik belőle a víz, és akkor a másikba folyik, és akkor gyakorlatilag ez úgy tudja mérni a csapadék mennyiséget, hogy számolni tudja, hogy hányszor billenik át, és akkor abból ki tudja számolni, hogy egy ilyen kis edénykébe az nyilván bele van programozva, hogy mennyi fér, és akkor abból, hogy hányszor billen át, ki tudja számolni, hogy mennyi volt a csapadék. Hát igazából arra gondoltam, hogy itt valami akadályozza, valami kosz belement és akadályozza a mozgását, de nem. Úgyhogy akkor viszont itt is van egy poloska. Akkor viszont így nem tudom, hogy mi lehet a gond. Láthatólag látható problémája nincs. Na. Úgyhogy most ezt visszarakom. Habá. Itt belül látszik azért, hogy mennyivel fehérebb, tehát egy picit elkezdett megsárgulni így az idő során, de nem vészes. Agy. Na. Hát nem tudom, remélem, hogy ezzel, hogy a poloskát eltávolítottam, megoldottam a problémát, a következő esőnél meglátjuk. Úgyhogy na, hát így fönt most ennyit tudtam ezzel kapcsolatban mutatni, de látod, az időjárást bírja, nem tört el, nem
nem lett semmi baja. Igazából itt ezt még letisztítom, ez a fényérzékelő szenzor. Na, lemegyek, mert azért ez hát nem kellemes érzés ilyen magasban lenni. Na, bejöttem ide a kijelzőhöz, és itt látszik rajta, hogy most a mai napra mutat csapadékot, nyilvánvalóan azért, mert az előbb bérizgáltam és bélegtettem az érzékelőt, tehát ezek szerint elektronikai baja nincsen, tehát nem szakadt meg sehol az áramkör vagy ilyesmi. Elképzelhető, hogy ott a poloska blokkolta a billegést vagy valami ilyesmi. Most minden esetre úgy tűnik, hogy működik, a következő esőnél majd ellenőrizni fogjuk, de úgy tűnik, hogy működik a dolog, és ezzel megoldódott. Ott van fönt egyébként a háznak a sarkán. Nekem az továbbra is tetszik benne, hogy azért az egyszerűbb időjárás állomásokhoz képest sokkal több mindent tud, és ahhoz képest egészen jó áron van, tehát a szélsebesség, csapadékmennyiség, szélirány, fényerősség, UV-sugárzás, légnyomás mérésére is alkalmas a szokásos külső-belső hőmérséklet és páratartalom mellett. Egyébként azért is akartam megcsinálni ezt a videót, mert többen kérdezték, hogy így egy év után milyen állapotban van, mert hogy utána néztek, és úgy látják, hogy ez az árához képest nagyon sok mindent tud, tehát nagyon jó áron van a tudásához képest, és hogyha egy év alatt jó állapotban maradt, akkor ők is megvennék, hát láthattátok, hogy igazából semmi baja. Én így azt gondolom, hogy ez még bőven évekig szolgálni fog. Én elégedett vagyok vele. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a mai videó is. Hogyha így van, akkor kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!